Június 16 és 22-e között az ittas vezetése elleni kampányt hirdetett a Békés megyei rendőrfőkapitányság. Ehhez a felhíváshoz Gyula is csatlakozott. Péntek délelőtt a piacon várták az érdeklődő felnőtteket és gyerekeket különböző interaktív feladatokkal. A programon egy speciális részegséget szimuláló szemüveget is kipróbálhattak az érdeklődők. Nagyon szokatlan volt, mondom, mint említettem is régebben, azért néha is szokattam is, de nem volt ennyire rossz. És hát lehet, hogy nem is tudom. Azért mindent eltaláltam, amit kellett, nem, hogy nagyjából. Igaz, hogy egy kicsit nehéz volt, ez az egy, ez biztos. Ajánlanám mindenkinek, hogy kipróbálja. Mert sokat jelentene, mert akkor tudnák az emberek körülbelül, hogy néz ki a dolog. Furcsa volt. Az eszköz megmutatja, milyennek látja környezetét egy ittas ember. A szemüvegen keresztül torszkép tárul elénk. Kettős látással, szédülésszerű tünetekkel, az erős ittasság állapotát idézve. A részeg ember nehezen vagy egyáltalán nem tudja felmérni a valós távolságot. Az érzékszervek ugyanis alkoholfogyasztás hatására megváltoznak. A reakcióidő is lecsökken, és a járás is bizonytalanná válik olykor. Az esemény célja, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét arra, hogy milyen veszélyekkel jár, ha valaki alkoholos állapotban ül be a volán mögé. A mai napon azért vagyunk itt a piac területén, vagyis a piac területe előtti részen, mert péntekenként piacnap van, és sokan ellátogatnak hálaiknek a piacra, így több a közönség, aki ki tudja próbálni a részeg szemüveget, amit ma magammal hoztam, ami egy erős ittasság állapotot idéz elő hirtelen, az érzékszerveket befolyásolja, és akkor megtapasztalhatják az állampolgárok, milyen az, hogyha elősítés állapotban feladatot kell végrehajtaniuk. Gyulán 4 italkimérő egység is csatlakozott a felhíváshoz. Ők azzal támogatják az eseményt, hogy a külterületen élő vendégeik számára baleset megelőzési céllal láthatósági mellényt adnak ajándékba.